Pregőjben már 23. alkalommal került megrendezésre a szüreti felvonulás. A hagyományokat éltető eseményre a helyieken kívül a környékbeli településen élők is örömmel látogatnak el. A felvonulás a régmúlt történéseit követve a bíróné kikérésével vette kezdetét. Szüreti mulatságra készül a falu apraja és nagyja, régi hagyományt mindenki ápolja. Én falu megbízott bírója, a páromért jöttem ki a falu bírónéja. Az alkalomhoz illően virágcsokorral köszönte meg a kedvesének az ünnepi ruhát öltött bíró, hogy vele tart a felvonulásra. Őrizzük a hagyományokat, felemelő dolog, mindenki mindiket néz, csodálatos érzés, mint egy lakodalom. Jó érzés, nagyon. Nagyon jó érzés. Egész jó, sok készülődéssel jár, de megéri. Az alkalomra előkerültek a szekrények mélyéről a népviseletek, amik a környék akkori ünnepi öltözködését tükrözik. A lovasok és a fogatok sora a bírónő kikérőjét követően indult el, hogy körbejárja a település utcáit. 12 fogatunk érkezett és 15 lovasunk. Hál' Istennek a környékbeli lovasok nagyon támogatják ezt a rendezvényt, örülnek, hogy Regőjben a lovas hagyományok folytán ezt próbáljuk tartani, hogy itt kocsikon történik a születi felvonulás a környékben talán egyedüliként. Próbáljuk a régi hagyományokat tartani, de ezt néha egy kicsi modernizálással, éppen a kisbíró mondja most a szövegét, az minden évben új és új. Az előttés történéseit mondja el. Közszűrét étetik, ismét születi mulatság tartotik. 25. alkalommal jövünk össze, örvendjen a falu népe. Elrepült még egy év, öregebbek lettünk. Kenyerünk javából még pár szeletet ettünk. Csorogjon a must, szóljon hát az ének, s míg a híreket mondom, kis figyelmet kérek. A felvonulás szereplői között természetesen a kisbíró mellett ott volt jegyző-jegyzőné, a bíró-bíróné is, akiket a régi hagyományok mentén választottak ki idén is. A következő évben házasodó első fiatal pár szokott lenni, ez most már egy kicsit nehezebb, tehát amit kérdeztél az előbb, hogy mennyire nehéz rávenni, a bíró-bírón és a jegyző-jegyzőné azért az mindig nehéz feladat. A hagyományápoló rendezvény mögé örömmel állnak oda a helyiek, akik aktívan kiveszik a részüket abból, hogy a régi magyar szokások szerint történjen a kínálás ilyenkor, amihez a helyi családokon kívül mások is hozzájárulnak. Ez az a rendezvényünk, ahol minden civil szervezetünk valahogyan közreműködik, segítőként, illetve a nénik, bácsik, akik esetleg süteménnyel, egyéb hozzájárulással, borokkal, egyebekkel hozzájárulnak, ők is segítik, hogy ez a rendezvény így összejöhessen. Teljesen a falubeliek felajánlása, a bor is, a sütemények is, az üdítőket természetesen azt az önkormányzat vásárolja, de azon kívül mindent a falubeliek adnak össze. 6 megállónk van összesen, ez a falu különböző pontjain, általában a sarkaiban, illetve itt a központban is, mint ahogy most is. A szüret a különböző történelmi korokban mindig többet jelentett egyszerű munkánál. Ezt a hagyományt éltetik tovább a regőiek is. Kicsinya hordócska, jó bor terem benne, dildul, dalala, didarida, dildul, dalala. Nem iszom belőle, részeg leszek tőle.